Én már sok-sok órányi filmet készítettem a koronavírus helyzetről. Volt benne koronavírus jó hírek, még több jó hír, koronavírus terror sorozat. Sok mindent csináltam. Tavaly nyáron tettem közzé, megvártam vele az angol fordítást, azért nem jelent meg korábban. Tettem közzé egy picivel több mint 2 órás filmet, koronavírus átverés helyett orvosi tudományos tények. Én azt gondolom, hogy mindent elmondtam a koronavírus hisztériával kapcsolatban, amit el kellett mondanom, vagy amit fontosnak tartottam elmondani. Most kísérletet teszek arra, hogy 10 percben elmondjam az én legfontosabb gondolataimat, az én szubjektív véleményemet, hogy látom én ezt a helyzetet. Azért készítettem vázlatot, mert az segít kordában tartani a beszélőkémet, egyébként fél óra lenne, úgyhogy 10 perc lesz. No, az én megítélésem szerint ez, amit most látunk, ez a koronavírus terror nyilvánvalóan a napnál világosabb módon emberiség elleni büntet. Hazugságon, megtévesztésen alapul. Megfélemlítést, manipulációt, fenyegetést, zsarolást, kényszerítést, erőszakot és cenzúrát alkalmaz. A koronavírus terror kiagyalói, gerjesztői és kivitelezői. Ez az én ítéletem, kommunista és fasiszta módszereket alkalmaznak. A koronavírus terror hátterében bűnözők állnak. Lehet, hogy köztörvényes értelemben még nem azok, de bűnözők. Ha nem bűnözők lennének, akkor nagyon egyszerű, segítenék és bátorítanák az embereket. Biztosítanák számukra a korrekt információkat, a megelőzés és a terápia bizonyította a hatékony eszközeit. De van egy fontos gondolatom. Az, amit most látunk, ugye 2003-ban írtam ezt a könyvet, Cenzúrázott egészség címmel, a betegségipar futószalagján címmel, és a könyvből is kiderül, hogy az, amit most látunk, csak a felszín. Ez csak egy következmény, egy hosszú időre visszanyúló folyamat eredménye. Hadd mondjak néhány gondolatot azokról a gyökerekről, amelyek ezt a jelenlegi helyzetet táplálják. A múlt század elején, már több mint 100 évvel ezelőtt, 1910, 20, 30, de 10-ben kezdődően, két fontos párhuzamos folyamat zajlott az egészséggel kapcsolatban. Az egyik, a mi számunkra ez lett volna a fontosabb, de mégis a második változza az egyik, az első, robbanásszerű fejlődés történt az úgynevezett egészségtudomány területén. Csak erről órákat lehetne beszélni, rengeteg tudós tett hatalmas felfedezéseket, hosszan lehetne sorolni a nevüket, csak két ismertebb, Szent Györgyi Albert és Linus Carl Pauling Nobel-díjas professzorok, és sokan mások. Elképesztő felfedezéseket tettek, amelyek leegyszerűsítve lehetővé tették volna, és most is lehetővé tennék, lehetővé tették volna a ma ismert betegségek túlnyomó többségének a megelőzését, lehetővé tették volna az egészség közel 100%-os megóvását, és lehetővé tették volna az egészség minden korábbinál magasabb szintre történő felemelését. A múlt század elején az egészségtudomány olyan felfedezéseket tett, amelyek gyökeresen alapjaiban változtatták volna meg az emberiség sorsát, és amelyek bevezetése esetén a ma ismert betegségeknek nagyjából 5-10%-át látnánk csak.
90-95% eltűnt volna. És volt egy másik párhuzamos esemény, a könyvben részletesebben írok róla, gátlástalan bűnözők léptek be a képbe, és átvették a hatalmat és az irányítást az orvosképzés fölött. A tudományos kutatások finanszírozása fölött, innentől ők szabták meg, hogy mit lehet kutatni és mit nem lehet kutatni, és átvették a hatalmat és az irányítást a nemzeti egészségügyi rendszerek fölött is. Legismertebb képviselőjük John D. Rockefeller, multimilliárdos kommunista. Hírhet jelszava a verseny bűn. Rockefeller ezt az elvet érvényesítette bűnöző társaival együtt az egészségügyre. Ő a gyógyszermaffia, az egészségügyi maffia és a betegségipar egyik fő alapítója. Maffia. Hogyan működhet egy maffia? Nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy egy maffia működni tudjon, szüksége van támogatókra. Egy maffia működésképtelen lenne, ha a biztonságát nem garantálná korrupt rendőrség, korrupt politikusok és egyéb korrupt intézmények. Az én következtetésem, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így van, az én következtetésem az, hogy a kormányok, a Földön jelenleg működő kormányok, legalábbis a többségük, titkos érdekszövetségben állnak a gyógyszer és az egészségügyi maffiával. Én úgy gondolom, hogy saját tapasztalatból beszélek. Engem fenyegetett meg az egészségügyi miniszter annak idején, hogy börtönbe juttat, ha nem hagyom abba azt a tevékenységet, amely emberek tízezreit szabadította ki a gyógyszermaffia karmai közül. Nekem tett ígéretet az egykori országos tiszti főorvos, hogy bármiáron tönkre fog tenni. Rám szabta ki a gazdasági versenyhivatal minden addigi idők második legnagyobb büntetését, hozzávetőleg 500 ezer dollár értékben, mert közzé mertem tenni olyan gyógyszermentes módszerekkel elért egészségjavulásokról szóló beszámolókat, amelyek mellesleg orvosi lelettel voltak alátámasztva. Ismerem hát a gyógyszer és az egészségügyi maffiát, saját tapasztalatból tudom, hogy hogyan működnek. Az egészségügy nevet bitorló, de valójában betegségipart üzemeltető bűnözők átvették a hatalmat a nemzeti egészségügyi intézmények fölött. A mai közegészségügy, mai intézményre, volt korábban ANTS-nek is hívták, COJA-nak is hívták, az eredeti szerv, amit Magyarországon 1927-ben a Rockefeller alapítvány hozott létre, Országos Közegészségügyi Intézet névre hallgatott. Én végeztem ott kutató munkát, többek között DNS kutatást, és akkor még ott volt az előcsarnokban a nagy vonalú adakozótnak köszönetet mondó márványtábla. Egyértelműen rajta van, hogy a Rockefeller alapítvány hozta létre. Nem csak ezt, nem csak a Magyar Közegészségügyi Intézetet, hanem a világ legtöbb közegészségügyi intézetét. Ha esetleg már nem lenne ott a tábla, akkor a tábláról készült fényképet meg lehet nézni, a koronavírus terror sorozat Honnan fúj a szél című epizódjában oda betettem. Még egy érdekesség. Lehet, hogy van némi köze ez a jelenlegi koronavírus hisztériához. Az intézmény élére első igazgatóként már akkor olyan tudós tettek, aki a tömeges oltások híveként szerzett hírnevet. Messzire nyúlnak hát vissza a gyökerek. Ez a mostani koronavírus terrort alaposan előkészítették. A 90-es évek elején kaptunk AIDS hisztériát,
Ha az akkori jóslatok igazak lettek volna, akkor én nem beszélhetnék itt, mert ma az emberiség kipusztult volna. A 2000-es évek elején a madárinfluenza veszélyeivel riogatták az embereket, 2009-ben megérkezett a sertésinfluenza vagy H1N1, és az oltóanyag eladások minden korábbi rekordot megdöntöttek, miközben ez volt minden idők egyik legenyhébb influenza járványa. És 2019-ben úgy tűnik 10 évenként jön a menetrendszerű járat, megérkezett a COVID. Aztán kíváncsi voltam, és megnéztem a televízióban sugárzott, visszamenőleg 20 évre, talán nincs is olyan filmsorozat, amelynek ne lenne olyan epizódja, amelyben megjelenik a halálos vírus, a mostani koronavírus szkafanderhez hasonló öltözékbe öltöztetett közegészségügyisek fertőtlenítenek mindent, és ahol a halálos vírus fél óra alatt leteríti a földre a szerencsétlen áldozatokat. Én úgy vélem, hogy egy alaposan megtervezett pszichológiai hadviselés újabb állomását éljük meg. A hadviselés, és ezt tartom a legfontosabbnak, ezért készítettem el azt a filmet tavaly nyáron, koronavírus átverés helyett orvosi tudományos tények. A pszichológiai hadviselés a kórokozó elméletre épít. A születésekor megbukott kórokozó elméletre. A filmben elmondok mindent részletesen, azt is, hogy mit tanít a kórokozó elmélet, és azt is, hogy hogyan bukott meg. Itt most egy mondatban összefoglalva, a kórokozó elmélet a következő állítást teszi. Jön a veszedelmes baktérium vagy vírus, lecsap az ártatlanokra, és elpusztítja a kiszolgáltatott embereket. A kórokozó elmélet üzenete, hogy mi kiszolgáltatottak vagyunk. És ez az alapvető hazugság, és ezen az alapvető hazugságon nyugszik most is az emberek megfélemlítése. Ez a kórokozó elmélet az egyik fő eleme a félelemkeltésnek és a manipulációnak. Ez az egyik fő eleme az egészségkultúra több mint 100 éve tartó tudatos lerombolásának. Ez a függőség megteremtésének egyik fő eszköze. A függőség ugyanis a hamisan megteremtett kiszolgáltatottság érzésen alapul. Mi a helyzet? Függőség az önállóság helyett. Az emberek az államtól remélik a megoldást, holott minden megoldás a saját kezükbe vehető lenne. Nyájimmunitás az egyéni felelősségvállalás helyett. Védőoltás az immunrendszer megerősítése helyett. Mi az ellenszer? Én optimistán látom a jövőt. Azt gondolom megalapozottan. Mi az ellenszer, mi a kiút? A felvilágosítás, a tudás. A tudomány, a tudatlanságon alapuló megtéveszthetőség felszámolása. Rockefellerék és a többi bűnöző függővé tették a kormányokat, az egészségügyi vezetést, az orvosokat és a tudatlanságban tartott egyes embert. De csak a tudatlanságát megtartó egyes ember. Rockefellerék és a többi bűnöző megkaparintották az egészségügyi világszervezetet, a WHO-t, aki átírta a pandémiának a meghatározását, és elrendelte ezt a jelenlegi hisztériát. De, és ez az igazi üzenete, a bűnöző mindig hibázik. Mindig. Kivétel nélkül. Csak Hollywoodban vannak elkaphatatlan bűnözők. A bűnöző mindig hibázik. A bűnöző mindig lebuktatja saját magát. A csalás, a hazugság sokkal-sokkal kevésbé, mint az igazság.
mindjárt alá fogom támasztani. A bűnöző legfőbb ellensége a felvilágosult, tájékozott ember, aki átlátja a helyzetet. Ezt a bűnöző is tudja. Ezért próbálja meg eltaposni az igazságot, ezért igyekszik cenzúrázni. De csak nézzék vissza a történelmet. Eddig még minden bűnöző kivétel nélkül belebukott ebbe. Köszönöm. Ami feladatunk rendkívül egyszerű, létre kell hoznunk, már van, ki kell terjesztenünk egy új egészségkultúrát. Én így foglaltam össze. Amikor kellő számú ember érti meg, hogy a kórokozó elmélet hamis, hogy kiváló eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy ők maguk felelnek a saját egészségükért, hogy meg tudják óvni és meg tudják erősíteni azt, és hogy élhetnek betegségek nélkül, akkor ezzel kihúzzuk a szőnyeget a bűnözők lába alól. Rend lesz, és béke. A bűnöző egyik fontos jellemzője, gyakorlatilag kivétel nélkül minden bűnözőre érvényes, alábecsüli az embereket. Ez az egyik legfőbb jellemvonása. Ez olyan mélyen bele van égve. Ő azt hiszi, hogy a többiek hülyék. Az emberek azonban nem olyan hülyék, mint ahogyan azt a bűnöző szeretné. Csak két adattal hagyj támasszam ezt talán. A kezembe került nemrégiben egy érdekes felmérés, több mint 3000 embert kérdeztek meg ennek az évnek a májusában, és azért tartom érdemesnek a felmérésről ejteni néhány szót, mert a koronavírus helyzettel kapcsolatban kérdezték meg az embereket, mert a felmérés számai nagy mértékben egybeesnek azokkal a számokkal, amiket én találtam emberek százaival történt beszélgetés kapcsán. Számomra hitelesek ezek az információk. Két kérdést idéznék. Az egyik, mi a véleménye a koronavírus járványról? Egy. Ezt a választ választani lehetett a lehetőségek közül. Egy. Valós veszélynek tartja és fél tőle. 15%. A bűnöző, és ez egy másik nagyon fontos jellemvonása, majd ahogy végigmenjünk a számukon, én nem dőlök be a bűnözőknek, a bűnöző mindig sötétebbre festi a képet, mint amilyen. És ennek közülünk is sokan áldozatai, azt hisszük, hogy mindenki bedőlt ennek a propagandának. Sokkal kevesebben dőltek be, mint hinnénk. A média rágja szét az agyunkat. Én azért nem dőlök be ennek, mert én nem kapcsolok be televíziót. No, tehát egy, valós veszélynek tartja, és fél tőle 15%. Nem tudja eldönteni, hogy mi az igazság, ez a kettes, de fél tőle. Ez 17%. A kettő együtt 32%. Tehát az embereknek az egyharmada sem fél a koronavírustól. Ettől még beoldhatta magát, ha megzsarolták, kényszerítették, de ennyien félnek. Hármas. Nem tudja eldönteni, hogy mi az igazság, de nem fél tőle. 16%. Négyes. Politikai és média manipulációnak tartja más problémák leplezésére. 25%. Ötös. Hazugságnak tartja az egészet. 27%. Ez a legtöbb. Az négyes politikai és média manipulációnak tartja más problémák leplezésére, és hazugságnak tartja az egészet, 52%, tehát több, mint az emberek fele. Ha megnézzük a hármas választ, aki, ugye ők átlátnak a szitán, világos képük van. Ha megnézzük a harmadikat, ha nem tudja eldönteni, hogy mi az igazság, de nem fél tőle, az volt 16%, ha ezt is hozzáadom, az 68%. Őket könnyű meggyőzni.
megvan a kétharmados többség. Egy másik kérdés, egyet érte a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan hozott intézkedésekkel. Egy, teljesen egyet ért ezekkel, 21%. Ez logikus, nagyjából így szokott lenni. Kettő, részben ért egyet ezekkel, 25%. Három, túlzónak tartja és nem ért egyet velük, 29%. És négy, teljesen értelmetlennek tartja ezeket, 25%. A négyes és az ötös 54%, és ha hozzáveszem azokat, akik csak részlegesen értenek egyet, akkor 79%-ot tesz ki. Mi a tanulság? Én nem nézek tévét, én nem hagyom magam manipulálni, én nem olvasok újságot. Nekem már mosták az agyam az orvosi egyetemen, elég volt. Nincs szükségem a médiára. A következtetés, ez nagyon fontos, mert én értem, hogy elkeserítő a helyzet. De ha valaki az óceánban rekedt, és ki kellene úsznia, és jaj, veszik el ahelyett, hogy úszna, ott fog veszni. Ez a helyzet nem most lett rossz. Ez a helyzet már több mint 100 évvel ezelőtt rossz lett. Ez a helyzet már régóta rossz. Ott voltak a figyelmeztető jelek. AIDS-hisztéria, madárinfluenza, hisztéria, H1N1. Már korábban fel kellett volna ébrednünk. A helyzet rossz. De ha az ember mindig arról beszél, hogy milyen rossz a helyzet, akkor nem a kiutat keresi. A mi felelősségünk, ezért csináltam meg a filmeket, a mi felelősségünk, hogy az emberek figyelmét a kiútra, a kifelé vezető útra, a megoldásra tereljük. No, a következtetésem ebből a felmérésből a következő, amit mindig is tudtam. A manipuláció sokkal kevésbé hatékony annál, mint amilyennek a bűnöző szeretné tudni azt. A propaganda nagy részét a hajukra kenhetik. A józanész nem könnyű legyűrni. Nagyon meg kell dolgozni érte. Az emberek többsége kíváncsi az igazságra. Mondok egy másik jó hírt, valami történik a világban. Néhány héttel ezelőtt, egy bő hónappal ezelőtt a koronavírus átverés helyett orvosi tudományos tények című filmnek a filmen nézettsége a 360 000 körül volt. Azóta történt valami, rohamosan nő, és a mai napon átlépte a 500 000-t. Úgyhogy valami történik. Ha az emberek, a film arról szól, hogy milyen mértékben hazugság a kórokozó elmélet, és hogy mi az igazság. Nézessék meg emberekkel. Ha megértik, nem azt kell elmondani nekik rögtön, hogy hogyan csalás a koronavírus terror, hanem a dugót kell kihúzni a szennyvízzel megtelt kádból, és a dugó a kórokozó elmélet. Ha valaki rájön arra, hogy ez hamis, elkezd elpárologni a félelme, ami a kórokozó elméleten alapul. No, lehet tehát, és kell is segíteni az embereknek, szeretni őket, és felkarolni az embereket. Az én megítélésem szerint a bűnözők elleni leghatékonyabb fegyver a tudás. Ha az összes gazembert letartóztatnánk, börtönbe zárnánk, de az emberek ugyanolyan tudatlanok maradnának, mint most, akkor újabb bűnözők nőnének ki a földből. A villamoson a nyitva felejtett táskák szülik az alkalmi tolvajt. Ha egy táska sem lenne nyitva, nem utaznának a villamoson a tolvajok. A bűnözőket mi keltjük életre. Elsősorban tudatlansággal. Tudatlanság kell ahhoz, hogy valaki a Blaha Lujza téren
a kapuajban fillérekért nagy bizniszt csináljon, és aranygyűrűt vásároljon a gagyizótól. Ugye ismerik a gagyi? A gagyi szó eredeti jelentése, nemes fémként, aranyként árult réz, hitvány réz. Ez a gagyi. No, tehát a bűnözők elleni leghatékonyabb eszköz, fegyver a tudás, az ismeretterjesztés és a felvilágosítás. A tudás szabaddá teszi az embereket. De megfordítanám, csak a tudás teszi szabaddá az embereket. Végül is a doktor jelentése, latin eredetű szó, az, hogy tanító. Nekem a leghalványabb kétségem sincs azt illetően, hogy most is az igazság fog győzni. Csak ki kell tartani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!